mind a két csapat számára a menekülés a győzelembe az, ami hitet adhat a jövőre nézve, hiszen az MTK-nak 11, a Debrecennek pedig csak 9 pontja van. Levágódik a labda pontatlan indítást követően. Megint egy hosszú átadás, ezúttal Ramadani találja meg Grozavot. Grozav Miovski veszi át, és lövi be. Teljesen mindegy, hány védőt számolunk, ha nincs hátul, csak 2-3. Itt elég messze Korhut, és Spitzel el tudja még lőni Miovski egy nagyon gyors mozdulattal a jobb sarokba. Grozav tökéletes átadása, és Miovski remek helyzet felismerése. Pontos lövés a kapu jobb oldalába. Kovács Réti. Kovács Réti. Jön Balázs is, megkapja Miovski a labdát. Grozav Miovskihoz. Miovski lő! Gróf. Ferenci. Ferenci. Mijatovic fogja meg, Pintér emel, és még mindig a debrecenieké, Deland elől, és ott a lövőhelyzet is. Ferenci laposan, Varga vissza, elsőre akár még talán lőhette volna Barát, most már nem, Bévárdi adja be, kapáslövés és egyenlítés. 65. perc, Ferenci góljával egyenlít a Debrecen. Sokatszor nem tud felszabadítani az MTK védelem. Jön Bévárdi beadása, és a túloldalon Ferenci nem állítgatja. Arra ügyel, hogy eltalálja a kaput, és az meg szerencse azért, hogy a kapus lábai között átjut a labda. Most már nem. Sós labdája Nikolic fejjel. Miovski kapja a 16-oson belül. Miovski teker mellé. Varga. Jó lehet még, Ferenci. És most egy lövés mellé. Vancsa így indul el. Vancsa, Mezei. Még egy emelés. Grozav veszi le, és nem tudja berúgni.